Mennyi? Akkor egy kicsit a kiffel költőre, lehet, hogy nem mindenki tudja pontosan miről van szó. Engem megmondom az őszintét, a nyáron fölbosszantott egy hír, történetesen az, hogy három SZESZ főzve, Bálinka főző manufaktúra, azzal hirdeti önmagát, hogy kiffel költőből készül a pálinkája. És aztán hosszasan, nem hosszasan, néhány sorban azért mondják, írják, hogy ez csak ide való, tehát Pirtói, igen. Halas, környéki, máshol ugye nincs kiffel körte. Az ember, ezzel elgondolkoztam, hogy hogy van ez. És a kiffel körte története, az tipikusan ide valós. Tehát legalább olyan kulturális örökségű, mint a halasi csipke. A halasi csipke 1902, a kiffel körte pedig 1916, egész pontosan, háborús időszak. Ez azért kötődik 16-hoz, mert akkor Dortmundban Szatmári Sándor, aki a gimnázium szerdélye a református gimnázium, akkor csak Szilárd református főgimnázium volt, reál főgimnázium, akkor három darab volt változott, három darabot rendelt egész pontosan. És ezt a három alanyt vadkörtére oltva tovább lehet oltani, honosította meg a kiffel körtének a kultúráját ebbe a térségbe. Jó rész Pirtó, Pirtói, akkor még Halas része, teljesen részeként, illetve Halasnak a felsőszállási kistelepi részeke, hát ami nagyjából átsúszott. De igazából a Szatmári család, és főleg a Julika néni, aki a feleség volt a Sanyibácsán igazgató úrnak, az itt a nagy állomás, ami hát egy különlegesség kívül, két állomása van a vasút mentén, kettő. Így van, és a Pirtói állomás, a nagy állomás, az többek között azért létesül, mert a Szatmári körte birtok 60 hektárban, 60 volt kataszályos holtelten, a vasúttól balra, ha a Halasnak fordulunk, és jobbra is találhatnak volt. De jó részt a baloldali része a 100 évbe kötődik. Na most, ez a körte 1863-as időszakhoz kötődik, és egy német, Kieffer Péter, Péter Kieffer, ez kötődik, te mint gazdakörös nyilván ezt kapásba tudod, mint gazda is, meg családiak is. Már mindjárt mondok egy-két dolgot lehet kapcsolatban. Elég régi, hogy belegondoltak 1863-tól 1916-ig, ezt nem ismerik a Magyarországon. És ez a német atyafi kétfajta körtéből honorálja ezt össze, tehát egy klónként, hibridként hozza létre. Az egyik az Vilmos körte, alany. A másik, amin meg fogtok lepődni, egy kínai homoki körte. Kínai homoki körte. Ez egy vadkörte, valójában. A kína. Kínai vadkörte. Kínai homoki körte, ez a neve. A Vilmos körte, kínai homoki körte, ezt oltja össze. Ebből lesz a magyar körte. És ebből lesz a kiffel körtének kívül. A két tulajdonságot, ha mindenki remélem, hogy ismer kiffel körte. Legalábbis remélem. Ha nem, akkor ide ki kell menni a... Igen. Ezt az egy körtét, vagy kettőt mondtál, hogy még megmaradt itt a tanya mellett. De ez ilyenkor nem jó. Az az érdekessége neki, hogy a családi birtokunknál van 100 még most is. Az az érdekessége neki, hogy egyrészt nagyon ellenálló. Tehát nem kell permetezni, néha nem állt metszeny, bár ha már zárójelben elmondhatom az előbb, amit mondtam, az a 100 körtet, ami most is megvan, azt nagyapám még 20-vár évezett, mikor még élt, akkor még rendesen még kérgelte, meg meccette, de azóta az senki nem ült. Senki. Se permet, se meccés, semmi, és most is terem rendesen. Nem mondom, hogy minden fa, de valamelyik terem, valamelyik kevés. A lényeg az neki, hogy ez egy nagyon kemény téli körte. A maga ez a körte is viszont gyorsan be tud érni, hogyha eljön az ideje, főleg október környékén, késő évésű, és hirtelen megputtyad, hogyha szét is esik, hogyha nem időben kurulunk hozzá. Ezért mondjuk a körte élvezeti cikk szempontjából nem túl erős. Meg a kövesessége. A homoki körte jellege miatt a kősejtes része, különösen a magház környéke, az kimondottan kemény és teljesen
élvezhető szempontból. Ezért már abban az időben is két dologra használták, pálinkafőzésre, van egy másodlagos birs jellegű pálinka illat aromája, egy kiváló pálinkát lehet bele főzni, bár nem cukros levű, de nagyon jó pálinkát lehet bele főzni, és a másik, amit szinte jöttek, a kompótnak. Első osztály. Na most nyilván téli kört, azért téli kört, téli almára jellemző, hát nyilván, mert télen egyébként kiváló energiaforrás volt, és vitamin forrás is, tehát azért nem szabad elhanyagolni belőle. És mert bőtermő volt, annak idején Szatmár Jöri asszony a 20-as, 30-as években 160 vasúti szerelmény, tehát kocsi, vagonnyi körtét vitt erről a 60 katasztályi oldas felettől, meg Pirtóról összevásárolva Nyugat-Európába, Besve, Nyugat-Európába. Hát ez egy nagy kultúra volt. Csak Pirtón 18 ezer darab kifejtette. Én nagyon sajnálom, hogy ez a kultúra leágazóba van. Nincs. A pálinkások hazudnak. Nagy részt nem tisztelt költségből készítik a pálinkát. De unikum jellege van, és úgy gondolják, hogy ez egy jó hozzáadás. De a borkősav érdeklődik a kipperkört termelés iránt. Hát tehát én azt hiszem, hogy... használják, de nekik nem jó. Itt tehát jó. Nem. Nem jó. Én nem hittem a borkősav, de a borkősav gyár után jó néven venné, hogyha újra termelnék a kipperkört. Itt látok, most legutóbb kérdeztem a Feréktől, itt volt, hogy bejöttünk erre az útmentés. Volt egy körtés, azt kívánta, egy az egyben. Hát azért.